Megtelt a nyíregyházi városháza nagyterme érdeklődőkkel hétfőn. A vállalkozói fórum résztvevőinek közösek a céljaik, hosszú távon fejleszteni a foglalkoztatást a megyeszékhelyen és javítani a város munkaerőpiaci helyzetét. Az ezt segítő foglalkoztatási paktumot 2016-ban hozta létre a város önkormányzata és a megyei kormányhivatal. Az álláskeresők táborából a munkáltatót bérjellegű támogatással segítjük, tehát ha valamelyik munkáltató felvesz egy regisztrált álláskeresőt, akkor a munkáltatáshoz szükséges bér és járulék költségben tudjuk segíteni. Emellett az álláskeresőknek szolgáltatásokat is nyújtunk, sőt képzések szervezésére is sor kerül, ezáltal is tudjuk az ő elhelyezkedésüket segíteni. Egy komplex program, amely mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat segíti, hogy megtalálja egymást a kereslet és a kínálat. A rendszer hatékonyságát bizonyítja, hogy olyan új munkacsoportok alakultak, amelyek szakirányonként tovább tudják segíteni a paktum működését. Már több mint 2000 embernek tudtunk szolgáltatást, illetve támogatást nyújtani az elhelyezkedése, a munkahelyek elhelyezkedése kapcsán. A program fejlődik, ezen belül 4 munkacsoport jött létre, például a foglalkoztatással, például a felnőtt képzéssel, szakképzéssel, például a közlekedéssel kapcsolatban, és ebben a munkacsoportban a versenyszféra és a képzőintézmények vesznek részt, és konkrét célokkal, elképzelésekkel, ötletekkel jönnek, mi pedig ezeket meghallgatjuk, és a program keretein belül igyekszünk ezeket megvalósítani. A megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője hozzátette, továbbra is munkaerő hiány és munkanélküliség is tapasztalható mind a városban, mind a megyében. Ezért nem csak a vállalkozóknak, mint foglalkoztatóknak, de az álláskeresőknek is segítségre van szükségük. Ez egy nagyon komplex kérdés, mert ugye egyrészt azt hallom, én nagyon sok nagy cég vezetővel találkozok, hogy félnek, hogy nincs munkaerő. Félnek az új beruházásoktól, a debreceni nagy beruházásoktól, hogy nem csak, hogy nem lesz új, hanem még el is veszíthetik a meglévőt. Ez persze ők sokat tehetnek a fizetésekkel és egyéb dolgokkal is, de ugyanakkor a másik részen pedig azt látom és azt tapasztalom, hogy nagyon sok fiatal itt tervezne a jövőjét, és egyébként nem látja ennek a lehetőségét, pedig van. Tehát ugye ez egy óriási nagy ellentmondás, amit szeretnénk áthidalni, megoldani. A közel 4 milliárd forint összértékű program 2023. szeptember 30-áig tart.